tésztát, Viki vagyok, ma egy egyszerű tésztaszószt fogok elkészíteni. Ez egy bechamel mártás az alapja, és sonka kerül hozzá. A bechamel mártást egyébként nem nehéz elkészíteni, ezt mondom, meglátjátok a videóban. A sonkát előtte azért jó megpirítani, mert sokkal finomabb lesz így az íze, és a megpirított sonka alatti olajat is bele lehet tenni így akkor a szószba. Nagyon egyszerű szerintem, csak tésztát kell kifőzni hozzá, hozzá kell tenni a szószt, és sajtal lehet tálalni. Nagyon finom, ha érdekel titeket, akkor tartsatok vele. Iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le további videókról se, valamint, hogyha érdekelnek hasonló fűzős tartalmak, akkor nézzétek meg a többi videómat is. További szép napot, sziasztok!